Május 4-én hétfőn nyithattak a szabadtéri strandok, fürdők, állatparkok, a kávézók és az éttermek teraszai, viszont augusztus 15-éig tiltottak az 500 főnél nagyobb tömegrendezvények Magyarországon, mondta Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy az amatőr és profi sportolók elkezdhetnek edzeni, és nincs akadálya a zárkapu sportrendezvényeknek. Május 4-től a védekezés átlép a második szakaszba. Csak az időseket továbbra is arra kérjük, függetlenül attól, hogy az ország mely pontján élnek, hogy továbbra is csak a legszükségesebb esetben hagyják el az otthonukat, és az a 9 és dél közötti vásárlási időszak, ami számukra biztosított volt eddig, az ezután is kizárólag számukra biztosított. Szintén arra kérünk mindenkit az ország valamennyi pontján, hogy a száját kötelezően takarja el, viselje maszkot, vagy más formában ezt tegye meg a tömegközlekedésen, illetve a boltokban, és azt is szeretnénk kérni, hogy a másfél méteres védőtávolságot, ami a fertőzés terjedésének megakadályozásához az orvosok szerint elengedhetetlenül fontos, lehetőleg mindenki tartsa be. Azt tudjuk még mondani az országos helyzetről, hogy májusban egészen biztos, hogy fennmarad a tantermen kívüli digitális oktatási rend, tehát továbbra is az iskolai oktatás május végéig biztos, hogy nem tér vissza. Júniusról a kormány most még nem tud döntést hozni, nyilván ahhoz majd május végén megfelelő adatok rendelkezésre állása esetén lesz arra majd a megfelelő adatok rendelkezésre állása esetén május végén lesz lehetőség, de az biztos, hogy május hónapban még a korábbi iskolátogatási rend nem tér vissza. Továbbra is marad az ingyenes parkolás az egész országban. Úgy gondoljuk, hogy az intézkedés bevált, sehol nem eredményezett komoly forgalomnövekedést, viszont lehetővé tette azt, hogy aki megteheti, az ne a tömegközlekedést vegye igénybe, és ezáltal is a fertőzés terjedésének a korlátozása biztosított volt, ezért ezt mint egy helyes és jó, az állampolgárok mindennapi életét megkönnyítő, a betegség tovább terjedését pedig akadályozó intézkedést fenntartjuk. A rendezvény korlátok továbbra is érvényben maradnak, de előre jelezzük, ennek jogi jelentősége is van, hogy Magyarországon augusztus 15-éig 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet megtartani. Említettem, hogy Budapesten annyiban a szabályok könnyen figyelembe vehetőek ezt követően is, hogy itt nem lesz változás. Vidéken viszont a kijárási korlátozásokat eltöröljük, és az előbb már említett védelmi intézkedések bevezetése mellett új, az eddignél lazább szabályokat állapítottunk meg. Éppen a lazább szabályok miatt viszont mindenkit kérünk arra, hogy a védelmi intézkedéseket, maszkviselést vagy szájátakarást tömegközlekedésben is üzletekben, másfél méteres védőtávolságot és az idősekre vonatkozó védett zónát a boltokban, azt mindenki tartsa a tiszteletben. Május 4-től engedélyezett lesz az éttermek, szállodák, kávézók kerthelyiségben és teraszokon való nyitvatartása. Itt is a védőtávolság betartását kérjük. Szintén az üzletek időkorlát nélkül tarthatnak nyitva a már előbb említett 9 és dél közötti 65 évesek vásárlására vonatkozó idősáv további fenntartása mellett. A strandok és a szabadtéri fürdők, állatkertek, szabadtéri múzeumok kinyithatnak, tehát ahol nem zárt térben lehetnek jelen az emberek, ott úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi járványügyi helyzet, különösen vidéken ezeket a lazításokat lehetővé teszi. Szolgáltatások, korlátozások nélkül nyújthatóak. A profi, amatőr és tömegsportban engedélyezzük az edzést és a zárt körű sporteseményeket. Az esküvő, temetés, istentisztelet, szentmise a korábbi szabályok szerint, tehát a védőtávolság betartásával megtartható. Csütörtök reggeli adatok szerint Magyarországon 2775 igazoltan új koronavírussal fertőzött beteg van, 581-en gyógyultan távoztak a kórházból, 312-en pedig elhunytak a betegségben. Hatósági házi karanténban 10199-en vannak. €42 millió eurós beruházás keretében bővíti kapacitását Nyírbátorban az Unilever. A brit-holland tulajdonú multinacionális vállalat egyben 30 új munkahelyet is teremt a régióban. A bővítést csütörtökön Budapesten jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Az első ütemben egy 11.000 négyzetméteres gyártócsarnokot építünk, amelybe két új gyártósort fogunk telepíteni. Ez lesz az egyes ütem. Az egyik gyártósor fertőtlenítőszereket fog gyártani, a második gyártósor pedig folyékony mosószereket, valamint a második ütemben pedig egy 8.000 négyzetméteres magas raktárat építünk, amelynek a kapacitása 14.000 raktárhely lesz. A beruházás 15 milliárd forintos, ez teljesen saját erőből megvalósuló beruházás, és a jelenlegi 300 fős üzemünk körülbelül 10%-kal nő majd. A beruházás már megkezdődött, az elmúlt hetekben átadtuk a kivitelezőnek a helyet, és várhatóan az első ütem 2021 első negyedév végére, a második ütem pedig 2021 második negyedév végére valósul meg. A térség országgyűlési képviselője Simon Miklós a munkahelyteremtés mellett a cég társadalmi szerepvállalását emelte ki. Én szeretném kiemelni az Unilever társadalmi felelősségvállalását, amelyet a térségben megtapasztalhattunk már évtizedek óta. Különösképpen most a vírus veszély idején fontos dolog ez a társadalmi felelősségvállalás, miután 23 ezer palack fertőtlenítő és háztartási higiénei eszközt adtak kórházaknak, orvosi rendelőknek, közintézményeknek, iskoláknak, óvodáknak, önkormányzatoknak, és ilyen formán segítik a vírusveszély elhárítását a térségben. Én megköszöntem a magyar kormánynak és az Unilever Magyarország Kft.-nek azt a nagyívű fejlesztést, amit Nyírbátorban hajtanak végre. A március 28-án életbe lépett kiárási korlátozást követően sok más tevékenységhez hasonlóan az edzőtermeknek is a teljes bezárás mellett kellett dönteniük, hiszen ezzel tudtak egyedül hozzájárulni a vírus lassításához. A mozgás szerelmesei azért ebben az időszakban sem maradtak az edzőik nélkül, hiszen a legtöbben a modern technika segítségével szívesen írtak online edzésterveket, amelyeket otthoni körülmények között is el lehet végezni. Az interneten sok olyan videót is látni, hogy Skype kapcsolaton keresztül tartottak edzők személyi edzéseket, így láthatták, hogy a gyakorlatok szabályosan és csalás nélkül vannak-e kivitelezve. A home office-olóknak abban is igyekeztek segíteni, hogy a megváltozott életvitelhez hogyan igazíthatják a táplálkozást annak érdekében, hogy se túlzott súlyvesztés, sem túlzott súlygyarapodás ne következzen be. A termek újranyitása fokozott figyelmet igényel majd, hiszen sok ember egy helyen még mindig könnyen gócpontok kialakulásához vezethet. Konkrétan online edzéseket nem tartottunk, igazából mi kis videókat készítettünk, amik mindenki számára elérhetőek voltak a közösségi médiában, az oldalainkon, és ezzel próbáltuk őket motiválni, illetve edzőként ugye folyamatosan akár külön gyakorlatokat írtunk az edzetjeinknek, az étrendekben segítettünk, ugye most az volt a legfontosabb, hogy ugye ebben a felborult helyzetben hogyan tudják az emberek megoldani. Nyilván ugye ne együnk sokkal többet, mint amennyit eddig ettünk. Tehát eleve ugye kevesebbet tudott az ember mozogni, vagy mondjuk egyáltalán nem tudott mozogni. Az egyáltalán nem volt ugye igazából jó dolog, hogyha valaki mondjuk többet evett, mint amennyit az előtt. Tehát mindig erre hívtuk fel a figyelmet, hogy most inkább kevesebbet kell lenni a kevesebb mozgás függvényében, mint hogy többet. Próbáltuk javasolni az egészségesebb táplálékokat, hogyha tudnak, akkor minél több zöldséget fogyasszanak. Az edzőtermek talán veszélyesebb forrásai egy vírus terjedésének, hiszen egy időben több ember is tartózkodik huzamosabb ideig egy helyen. Emellett a gépek többségét, kijelzőket, karokat kézzel is meg kell érinteni. Sokan az általános tisztántartási szabályok mellett saját hatáskörükben extra intézkedések mellett tervezik csak az újranyitást, ha ezt a kormány idővel lehetővé teszi számukra. Most mi alatt zárva vagyunk, mi kihasználtuk ezt az időt és az egész termet fertőtlenítettük, a mindent, A-tól Z-ig,
és ugyanezt szeretnénk folytatni nyilván abban az esetben is, hogyha kinyitunk, folyamatos szellőztetésekkel. Gondoltunk arra, hogy akár bejelentkezésekkel lehetne megoldani most ezt az edzőterembejárást, X főnek tudnánk biztosítani egy vagy másfél órás edzésidőt, és utána egy ilyen 15-30 perces tisztítási, fertőtlenítési szellőztetést, időt igazából szánni arra, hogy a következő kvázi csoport ugyanilyen körülmények között tudjon edzeni, tehát ugyanúgy a tisztaságban, ugyanúgy a fertőtlenített gépekkel és vírusmentesen. A termekben folyamatosan figyelemmel kísérik a kormányzati döntéseket, így amint a helyzet ezt engedi, a sportolni vágyók hamarosan újra birtokba vehetik kedvenc helyeiket. Több klubnál is bevezették, hogy azon bérletesek, akiknek a kialakult helyzet félbeszakította a kifizetett órákat, edzéseket, bérletidőt, az ő számukra meghosszabbítják ezek lejárati idejét. Fehérgyarmaton bezárt a piac, az óvodák és a bölcsödék, a vendéglátóipar szinte teljesen leállt, és a tartós cikkeket előállító vállalkozások is veszélybe kerültek, azonban a boltok és a gyógyszertárak ellátásában nincs fennakadás, mondta el televíziónknak Péter Csaba, a település polgármestere. Azt látjuk, hogy az ellátással nincsen gond, gyógyszertárakban sincs gond, úgy gondolom, a szükséges készítményekkel, tehát azt látjuk, hogy akadálytalanul be lehet szerezni azokat a termékeket, amelyek kellenek a mindennapi élethez. Tehát nincs ilyen tapasztalatunk, hogy akár bármilyen termékcsoportban hiány mutatkozna, nálunk ez nem jellemző, tökéletes az ellátás. A munkáltatókra és a vállalkozásokra, ebből kifolyólag pedig a munkanélküliek számára is jelentős hatással van a koronavírus járvány, tette hozzá a polgármester. Ezen a téren viszont jelentős gondok jelentkeztek. Tehát azt látjuk, hogy a vendéglátóipar az természetesen már a kezdetén is nagy bajba került, tehát azok a kiskereskedők, akik a vendéglátásban dolgoztak, illetve munkavállalók is, azok óriási bevétel kiesést szenvedtek el, illetve elvesztették a munkahelyüket. Tehát azt lehet mondani, hogy a vállalkozók is jelezték felénk, hogy nem tudják az adójukat befizetni, hiszen a vendéglátásban nulla bevétel van szinte. Nagyon kevés vendéglátó egység tud még ugye működni. Ez javarészt ugye az ételkiszállításban tud érvényesülni. Azt lehet mondani, hogy itt nagy baj van, nagy gond van a piaci kereskedőkkel is. Ők is jelezték, ugyanis bezártuk a piacot, hiszen egy olyan fertőzés veszély volt, amelyet úgy gondolom, hogy meg kellett szüntetni ideiglenesen. Ők is jelezték, hogy egyszerűen ellehetetlenülnek, tehát nem tudják eladni a termékeiket. Hát annyi engedményt tettünk az elmúlt héten, hogy kizárólag zöldség és virágpalántát termelők, kiskereskedők, őstermelők a piacon eladhatják most a termékeiket. Péter Csaba hozzátette, azokon a munkahelyeken is nagy gond van, amelyek tartós cikkeket állítanak elő. A helyi fűnyíró és kandallógyártó vállalkozás is a korábbi megrendelések lemondásával szembesült, így a két legnagyobb foglalkoztatónál is veszélybe kerültek a munkahelyek. A nyíregyházi és a nyírbátori járásban is fertőtlenítőszerek adományozásával segít az egyik hazai vállalat. A megyei kórháznak, a megyei rendőrfőkapitányságnak, orvosi rendelőknek és idős otthonoknak is juttattak már el a szerekből, legutóbb pedig a nyírbogáti önkormányzathoz érkezett egy csomag. 46 padot domestos fertőtlenítőszer terméket adtunk át a jelen pillanatban itt a nyírbogáti polgármesteri hivatalban, ahol a elnökasszony Rizsák Ildikó fogja a termékek elosztását megszervezni. A környező háziorvosi rendelőknél és idősek otthonában kerülnek szétosztásra a termékek. Ezzel kívánunk hozzájárulni ugye háztartások és a orvosi rendelők. Igazából ebben az esetben az orvosi rendelők idősek otthonának a fertőtlenítéséhez, tisztántartásához. A cég munkabiztonsági vezetője elmondta, jelen helyzetben a frontvonalban dolgozók, valamint a veszélyeztetett csoportok támogatását tűzték ki célul, így a jövőben is várható még hasonló adományok átadása. Sokan egyből felismerik a szamócát leveléről, de ha arról nem is, terméséről már biztosan. A következő hetekben egyre több helyen találkozhatunk a gyümölccsel, elindult a hazai termés szezonja.
A kedvező koratavaszi időjárásnak köszönhetően a fűtött fóliákban már néhány hete zajlik a szüret, ez azonban még csak kis mennyiséget jelent. A fűtetlen fóliákban a napokban indult a betakarítás. Szabadföldi eper pedig várhatóan május közepén lesz kapható. Az idei termés megfelelő lehet, mind minőségre, mind mennyiségre jónak látszik. Úgy néz ki jelen pillanatban, hogy az idei évben olyan komoly kár eddig nem érte a szamótásokat. Itt ugye voltak tavaszi fagyok az elmúlt néhány hétben. A szamótások ezt hála Istennek komolyabb károsodás nélkül átvészelték. A korai fajtáknál szabadföldi állományokban számolnak be a termesztők arról, hogy némi szemmel látható jele van fagykárnak, de nem országos mértékű és nem óriási a probléma, úgyhogy komolyabb gond az ellátással nem lesz, legalábbis ebben a pillanatban erre számítunk. Ha azt mondjuk, hogy egy jó termésű évben egy ilyen 15-20 tonna szamóca terem Magyarországon, akkor az idejében már átlagos termésmennyiségre beszélhetünk, amilyen 10-12 ezer tonna vagy egy picivel még e fölé is. Ezt az ágazatot sem kíméri ugyanakkor a munkáskész hiánya. A mezőgazdaságon belül ráadásul a kertészet igényli a legnagyobb arányban az élő munkaerőt. Korábban sokan jártak át a határon túlról szamócát szüretelni szezonális munka keretében. Ezek az emberek most zömmel hiányoznak és nehéz őket pótolni. Ha sem könnyíti meg a termelők dolgát, hogy az importáru olcsóbban kapható, mint a magyar. Nem csoda, hogy egyre kevesebben foglalkoznak a szamóca termesztésével, mint kisebb a gyümölcs hazai termőterülete. Kisebb-nagyobb termőterület szinte minden mennyében megtalálható. Szabolcsot már dereg mennyében is vannak szamóca termelők, Nyíregyháza környékén is itt a magasabb területeken, de nem az ország meghatározó termőtája Szabolcsot már dereg megye, inkább ugye az ország középső része, ez a Lajosmizei is környéke az, ami meghatározó a szamóca termesztésben, vagy az életbi országrészek itt ugye Csongrád megyére, Bács-Kiskun déli részére gondolok. A szakmai igazgató arról is beszélt, hogy mivel a járvány okozta korlátozások átalakítják a vásárlói szokásokat, a kereskedőknek ezt alternatív értékesítési módokkal kell lereagálniuk. Elmondása szerint útszéli szamócaárusokkal most még nem nagyon találkozhatunk, piaci kereskedőkkel inkább. Emellett a házhoz szállítás is egyre nagyobb teret hódít már ebben az ágazatban is, igaz egyelőre főleg a fővárosban és környékén. Köszöntöm a kedves nézőket! A megye területén folyamatos volt a haladás mai nap folyamán. Komolyabb balesetről szerencsére nem kaptunk hírt, és reméljük, hogy a továbbiakban is folytatás lesz majd május 1-én. Viszont a mai napról el kell, hogy mondjuk, hogy több helyen tartottak az útfelújítási munkálatok, amikben elsősorban a főútvonalak érintettek. Továbbra is a kihelyezett közúti kressztáblák utasításait vegyék figyelembe, ugye 49-es számú főútvonalon, Őr Jármi, valamint Jármi és Máté Szalka között. A balesetek tekintetében több is történt az elmúlt 24 órában, ismét történt kerékpáros térsérüléssel járó közúti közlekedési baleset, valamint vadgázolás. Külön felhívjuk figyelmüket a vadveszélyre a járművezetőknek, hogy az M3-as autópálya lehajtójának követően Ófehértó külterületén is sebességkorlátozás mellett vadveszélyre hívják fel az arra közlekedők figyelmét, és Baktalóránt háza külterületén is, akik közlekednek a 41-es főútvonalon, vegyék figyelembe, hogy vadveszély. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra! Sok sportolóban hagyott hiányérzetet, hogy Csonkár a sikeredes sportágában a 2019-2020-as idény. A kisvárdai női kézilabda csapat a 10. helyen állt az NB1-ben akkor, amikor a szövetség befejezetté nyilvánította a bajnokságot. Az együttes kapusa Pásztor Bettina szerint jó közösség alakult ki, de az edzéseken elvégzett munka eredményét nem mindig látták viszont a meccseken. Nagyon összetartó kis közösség alakult ki. Pontokban nem mindig mutatkozott sajnos, tehát nagyon keményen edzettünk, nagyon jól dolgoztunk, viszont eredményességben, egy pontokban nem mindig jöttek úgy az eredmények, viszont pont amikor megállt a bajnokság, egy nagyon fontos győzelmünk volt ugye a Fehérvár ellen, ami adott volna szerintem egy lendületet a csapatnak, úgyhogy nagyon rosszkor jött, vagy hát sose jön jókor egy ilyen leállás, de pont egy ilyen győzelem után történt ez a leállás. Én úgy érzem, hogy hál' Istennek jó formában voltam, nagyon maximalista vagyok, úgyhogy el is várom magamtól ezt az eredményt, hogy jól teljesítsek. Mondjuk a Dombil utcában nagyon jó kapcsolatom alakult ki a pályán, szóval
általában nagyon hamar észrevettem közép, amikor indult, és sok gyors lerohanásból lőttünk ebből, úgyhogy úgy érzem, hogy talán a gyors kiadásokba fejlődtem idén. Meg talán még azt is, hogy a védekezés nagyon szerettem előttem, szóval így átlövéseknél szinte már csak tényleg az oldalamra mentem, és sávba tudták lőni a labdákat, úgyhogy úgy érzem, hogy talán így a védekezés is nagyon jó volt előttem, és így ezáltal ugye én is jobban tudtam teljesíteni. A 27 esztendős kapus nem hagyta abba az edzéseket, és bízik abban, hogy hamarosan már csapattársaival együtt tréningezhet a kisvárdai sportcsarnokban. Mióta leálláson folyamatosan kapunk programot, egyéni edzés, szóval nekünk igazából nincs leállás, ha úgy vesszük, de ezeket kötelező jellegűen meg kell csinálnunk. Futások vannak, erősítések. Én a leálláskor maradtam Kisvárdán egy hónapig talán, és én ott csináltam. Szabadtéren futottam, meg otthon a lakásomban csináltam az erősítéseket. Most hazajöttem a szüleimhez, Szatmárcsekére, és most itt végzem a feladatokat. Mindenki nagyon szeretné, minél hamarabb el tudjuk kezdeni, mert ugye sportolóként nagyon megvisel minket ezt, hogy nem tudunk igazából labdázni, mert most megcsináljuk ezt a futó részt, meg az erősítést, ez ugye ad nekünk egy alapálló képességet, hogy azért ne veszítsük el a formánkat erőlétileg, de azért ugye az igazi része, amit ugye imádunk, a labdázó rész, az sajnos kimaradt, hogy nem tudunk terembe edzeni, úgyhogy ez nagyon hiányzik nekünk. Sajnos a kezdésről ugye, amíg itt most a vírus miatt ugye hétről hétre változik minden, semmit nem lehet tudni, hogy mikor lehet várhatóan elkezdeni és terembe edzeni. Ugye ez lenne nekünk a lényeg, hogy terni edzések engedélyezve legyenek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 30-án csütörtökön, friss hírekkel legközelebb. Holnap várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!